Tolnai, Faddi és Mözsi idősek műsorával kezdődött el az új napközis otthon átadása Tolnán. Az épület a településfejlesztési operatív program keretében teljes mértékben megújult. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az elektromos hálózatot és a vizes blokkokat, emellett az ingatlan új tetőfedést és nagykaput is kapott. Továbbá energiahatékonyság céljából az otthon teljes körűen hőszigetelték és napelemmel is ellátták. De a munkálatok során nem ez volt a legfontosabb szempont, hanem az, hogy az idősek minél könnyebben tudjanak átjutni egyik szárnyból a másikba, mondja a kivitelező. Itt a hátam mögött lévő épületrész, ami elkészült. Ebbe az épületrészbe került be egy 40 fős étkező, mellé egy melegítő konyha, kiszolgáló helyiségekkel, WC-k, mosdók, öltözők, illetve egy gazdasági iroda került még az épületbe, a földszintjére, és az épületnek az alaksorába készült egy garázs tárolókkal, illetve egy gépészeti helyiséggel. Az új ebédlő nagyon fontos az intézmény dolgozói számára, mert az a kultúrált körülmények közötti étkezés biztosítása mellett egyéb funkciókat is elláthat majd a közeljövőben. Akár szakmai napot, akár továbbképzéseket, akár az itt folyó ünnepeket, anyák napját, vagy egy karácsonyt, vagy egy farsangi bált, ami utoljára volt, meg tudunk szervezni. Ugye három idősek klubja tartozik az intézményhez, úgyhogy egy farsangi bálnál akár mindegyik klubot vendégül tudjuk látni, és van hely arra, hogy ezeket a rendezvényeket megtartsuk. Tolna polgármestere szerint nagyon fontos, hogy a városban és annak környékén lakó idősek jó körülmények között, jó hangulatban töltsék el a hétköznapjaikat. Ezeknek az embereknek célszerű jól érezni magukat. Na most, ha már egyszer ez itt van, akkor mi azt gondoltuk, hogy miért ne legyen ez még szebb és még vonzóbb az időseknek, hiszen a szívünk csücske a gyerekek, de a szívünk csücske az idősek is. Topos forrásoknak köszönhetően Tolnán hamarosan újabb fejlesztések fejeződnek be, így rövidesen elkészül a helyiek által nagyon várt játszóház is.